Na, hát köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a filmet. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, mondanék pár dolgot az Ibogáról. Habár ugye filmben is hallottunk róla dolgokat, de azért nem árt összefoglalni egy picit, hogy miről is fogunk beszélgetni. Egy olyan afrikai növénynek a gyökeréből készül ugye ez a nagyon hatásos növényi gyógyszer, amit úgy hívnak, hogy Tabernanti Iboga, és ez Közép-Afrikának a nyugati részén, Gabonban, Kamerunban őshonos növény. És hát, mint láthattátok a filmben is, ez a Bwiti nevű vallás szakramentuma, szentsége. És ezt eredetileg, hogy a pigmeusok használták, vagy kezdték el használni. Van egy olyan történet, ami szerint a gorilláktól tanulták el, hogy hogyan kell az ibogain találni, vagy használni. Egy másik történetet is hallottam, hogy egy vadász az erdőben egy ilyen disznót, vagy sertést látta, hogy eszi ezt a gyökeret, amit utána leült, és akkor utána ő is megkóstolta ezt a gyökeret, és így jött rá arra, hogy ennek nagyon erős halucinogén hatásai vannak. Egyébként alacsony dózisban használ, hogy az iboga, aminek a hatóanyaga az ibogain. Egy ilyen enyhe serkentő stimulánsszer, és a maguk az őslakosok használják ilyen formában is, tehát, hogy kis dózisban, mondjuk a vadászat, hosszú ideig tartó vadászat során, hogy éberek és erősek maradjanak. Azt, hogy Európában hogyan jött be ez az egész dolog, készítettem egy ilyen kis kronológiai táblát, mint a múltkor a ketamin esetében is, hogy igazából a 19. század közepén, ugye, amikor a francia gyarmatosítók gyarmatosították közép, Afrikát, akkor került be először Franciaországba az iboga. 1901-ben izolálták először a hatóanyagát, és hát hosszú évtizedekig Franciaországban gyógyszerként használták, kis alacsony dózisban, tehát nem úgy, mint a filmben lehetett látni, hanem alacsonyabb dózisban, depresszióban, ilyen fáradtságban küzdő embereknek. És hát amikor felfedezték azt, hogy a drogfüggőség, a drogfüggőséggel küzdő embereknek nagyon komoly segítséget tud nyújtani a józanodásban, az 1960-as évek eleje volt, amikor egy Howard Lotsoff nevű, hát akkor 19 éves heroinfüggő kipróbálta először az ibogát azzal a céllal kísérletezve, hogy leálljon a heroinnal. És láss csodát, ez a szer, előtte már próbálkozott sok mindennel, ez a szer az működött, és nem voltak fizikai elvonási tünetei, és gyakorlatilag egész életére leállt a heroinnal. És utána ez a Howard Lotsoff volt egyébként a ziboga nagy népszerűsítője, és egyfajta ilyen hát tanító, aki járta a világot, és a zibogát próbálta elfogadtatni a nyugati társadalommal. Egy ilyen céget is alapított ezzel a céllal, meg alapítványt. Én még találkoztam vele 2008-ban Barcelonában az ártamcsökkentő konferencián, ahol kollégámmal, Takács Pistivel forgattunk egy ilyen sessiont. Egyébként a filmben szereplő rész, ahol a Dimitri beszélt egy ilyen konferencián, azt mi forgattuk le, azt a filmesek tőlünk kérték el. Ugye Dimitrit mi egyébként már ismerjük elég régóta, mert hogy mi is meginterjú voltuk többször. Nagyon érdekes figura. És hát engem is sokszor invitált, hogy vegyek részt az iboga szertartásain. Eddig még nem vettem részt, úgyhogy nekem nincsen saját élményem még az ibogával. És hát ugye, amit még fontos megemlíteni, az, hogy a 60-as évektől kezdve egy ilyen föld alatti pszichoterápiás használata volt az ibogának. Elsősorban hát függőségekkel, de egyébként más dolgokra is használták. Például egy Claudio Naranjo nevű chilei pszichiáter volt az, aki még szabadalmat is szerzett arra, hogy terápiás céllal használja az ibogaint. 67-ben viszont az USA-ban betiltották az ibogaint, mint kábítószert. Magyarországon egyébként 2015-ben vették fel az ibogaint a tiltólistára. És hát ezután elég nehézzé vált az ibogainnal való kutatás. 90-es évek elején elindult egy ilyen folyamat, ekkor az amerikai hatóságok is
felfedezték azt, hogy az ibogainnak lehet nagy ígéretes felhasználási lehetőségei vannak a függőség kezelése terén, és 93-ban egy Deborah Más nevű kutató kapott engedélyt az FDA-tól arra, hogy ilyen preklinikai vizsgálatokat folytasson vele, azonban 93-ban pont volt egy ilyen sajtó által nagyon népszerű, vagy hát felkapott haláleset Hollandiában, és emiatt aztán a Nemzeti Drogabúzus Intézet Amerikában úgy döntött, hogy leállítja az ibogával való kutatásokat. És gyakorlatilag mind a mai napig ez a fajta félelem, tehát az, hogy az ibogain az hát akár halálhoz is vezethet, ugye ez a filmben is, megjegyzésre került, hogy az ibogain az, maga az ibogaterápia az nem egy veszélytelen dolog. Tehát mondjuk sok más pszichedelikumhoz képest ez azért egy veszélyesebb műfaj. És hát az utóbbi időben azonban egyre nagyobb az érdeklődés, ugyanúgy, ahogy az ayahuasca-val kapcsolatban is, és egyre több ilyen iboga központ, klinika alakult a világ különböző országaiban. Ugye itt a filmben is volt, hogy Mexikóban például nem tiltott, vagy Kanadában sem tiltott, tehát az amerikaiak jellemzően mennek Mexikóba, ott egy csomó ilyen iboga klinika van, én is jártam ott egy ilyen klinikában. Ezek elég vegyes, hogy hogyan néznek ki, van, amilyen kórházi settingben van, van olyan, ami ilyen, hát ilyen elvonulók központ, elég, vannak ilyen elég luxus rehab körülmények is. És hát egyébként azóta Európában is elég sok ilyen iboga központ alakult. Például, ahol én tudom, hogy van, de aztán majd Leventék lehet, hogy tudnak többet, több országot is, amiről én tudok, az, hogy Portugáliában, Spanyolországban, Hollandiában, Szlovéniában, Csehországban és Ukrajnában is vannak, működnek ilyen központok. Ezek hát az adott ország szabályozásától függően, de hogy itt ugye, ott ne, ahol ez működhet, ott nem tiltott szer az iboga, vagy legalábbis nem kábítószer. Egyébként így, hogyha az ember az interneten keresgél, akkor nagyon sokféle központot találhat. Csehországban, most már Ukrajnában is van egyébként, Portugáliában, Spanyolországban is. Ja igen, és hogy hát Magyarországról is lehet tudni, hogy sokan vagy többen mentek el ilyen központokba, ugye mivel Magyarországon 2015-ben betiltották az ibogaint, ezért hát legálisan jelenleg nincs lehetőség arra, hogy használják függők ezt a szert. Ugyanakkor most elhívtam két olyan embert a beszélgetésbe, akiknek van élményük az ibogával, és éppen most tudtam meg a beszélgetés előtt, hogy ez pont 20 éve történt meg, 2004-ben, akkor még egyébként nem is volt illegális, és hát most így arról fogom kérdezgetni őket, hogy milyen volt ez az élmény saját szempontjukból. Móró Leventét azt hiszem, hogy nem kell nagyon bemutatni azoknak, akik már jártak Drug Reporter Szabad Egyetemen, Dr. Móró Levente tudatkutató, és hát a DAT oldalnak az egyik alapítója és oszlopos tagja, ez a Magyar Pszichedelikus Közösség, és kutató. Kaza Janita pedig egy egészségügyi szakújságíró. Azt hiszem, azt elárulhatom az itt jelenlévőknek, hogy amikor ez történt, akkor egy pár voltatok, és egy abból a célból használtatok ibogát, hogy teleálljál a dohány függőségetekről. Na de mielőtt erről beszélnétek, még azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy milyen benyomásaitok voltak a filmről. És azt hiszem, hoztam is két mikrofont, úgyhogy mind a ketten tudtok belebeszélni. A közönségtől meg azt kérem, hogy a kérdéseiteket azokat tartogassátok, és majd hamarosan megnyitjuk nektek is a lehetőséget arra, hogy kérdezzetek. De először is akkor Anita. Hát nekem nagyon tetszett a film. Belebeszél. Nagyon tetszett a film. És én köszi, hogy megnézhettem, rengeteget tanultam belőle, úgyhogy gyönyörű volt. Végig izgultam. Visszajöttek dolgok így a te élményeidből?
visszajöttek a film kapcsán is, meg hát, hogy készültem, hogy jövök ide, úgyhogy a Iboga még így 20 év után is tudhatni. És ez még ma is egy élénk élményként él benned? Hát maga az élmény nem, hát a hatása. Én nem ettem ilyen mennyiségű ibogát, úgyhogy nem volt ilyen megrázó, hanem én gyakorlatilag nem akartam szenvedni a cigiről való leszokásban, és ezt adta meg úgy az iboga, hogy a ibogázás közben sem szenvedtem, hanem csak eltelt egy idő, és aztán utána már nem sóvárogtam. Levente? Petya, említetted, hogy az élmény, az nekem az az élmény, hogy én voltam a szittere, itt a Anitának erről a dohányzásról leszokó tripjénél. Ez szittelés, ez semmilyen módon nem nevezhető terápiának, mert végül is itt érdekes dolog itt az ibogával, hogy közben nem nagyon csinálnak terápiát, tehát nem egy olyan szer, hogy akkor most közben elbeszélgetünk, mint hogy klasszikusan az MDMA terápia lesz ilyen, vagy a MDMA pszichedelikum asszisztált terápia, hogy közben beszélgetnek a klienssel, ez nagyon nem ilyen. Tehát itt, ha jól emlékszem, igazából a részletekért meg lehet nézni a dat.hu-t, a webes dat.hu-t, ott a könyvtárban vannak élménybeszámolók, és ez az Iboga in Story, ez fent van az élménybeszámolók között, ez az ajtóablak néven, ott a 120 valahány élménybeszámoló között ez megtalálható, és igen, azért 20 év után nehéz visszaemlékezni. Én úgy emlékszem, hogy egy olyan 2 napig tartott így cakpak ez az egész, és a dózis az nem volt egy ekkora dózis, mert hát nyilván nem egy ilyen erős sóvárgásról kellett lenni. Ez úgy mennyire van meg neked? Olyan körülbelül 2 nap volt, vagy 3 nap maximum? 2 nap volt, és úgy határoztuk meg, hogy a kicsi és a közepes határán levő dózis. Igen, ez nem ez a óriási. Úgy emlékszem, hogy ez egy 3-szoros gyökérkéreg kivonat volt, de azt a internet jobban tudja nálam, mert ott van archiválva ez az egész. És számomra az volt a legérdekesebb, hogy ezt úgy fogalmaztad meg, hogy igazából mindenféle sóvárgás megszűnt, tehát nem csak az, hogy a dohány, ami ott a cél volt, hanem igazából minden egyéb olyan dolog, amit az ember úgy ismételget, és úgy szereti ismételgetni, hogy igazából mindent így újra kellett építeni, minden olyan szokást, amit utána fenn akartál tartani. Szerintem erről ez biztos, hogy nagyon érdekli a közönséget, mert ez egy nagyon érdekes aspektus. Tehát nem csak specifikusan lehoz egyszerről, hanem úgy mindenről lehoz. Ja, a lúpokat megszünteti. És emlékszem, hogy úgy fogalmaztál utána, hogy mintha ilyen reboot system, hogy gyakorlatilag újraindította a gépet, és mindent újra kellett telepítgetned. Igen, tehát most hallottam jobb informatikus, vagy hát nekem most jobban tetsző, itt a defragmentált. És egyébként hogy kell elképzelni azt, hogy például van egy ilyen előkészületi fázis ilyenkor, hogy valamiféle diétás szabályokat is be kell előtte tartani? Nem emlékszem, hogy lett volna különösebb ilyen, igen, ahogy az kellő diéta, hanem előtte könnyen ettem nemrég. És aztán utána sokáig nem tudtam enni, mert ez is ilyen visszaszokós dolog volt, úgyhogy nem is értettem a filmen, miért dohányoznak a heroinisták, de hát a heroin az más lehet, akkor legalább marad nekik a dohány. Egyébként előtte már próbáltál sikertelenül leszokni dohányzásról? Gondolom azért jött. Igen, ez már egy ilyen utolsó. Rettenetes volt. Rettenetes volt. Szörnyű. Miért? Nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy én már soha többet nem dohányozhatom, és milyen szörnyű, szörnyű, szörnyű. És az ibogával ez megszűnt? Ez a sóvárgás? Az iboga után olyan 5-10 évig fel se tűnt, ha valaki dohányzik. Tehát ez valahogy kiiratkozott a létből ez a dolog, a dohányzás, mint olyan. Egyébként ugye az előbb említettem, hogy itt azért vannak kockázatok meg veszélyek. Ti ettől nem tartottatok, hogy azért itt előfordulhatnak, ugye mondják, hogy szív problémák is előfordulhatnak az ibogaintól?
Igen, viszont itt az a nagyon nagy különbség, hogy akik a filmben is voltak, hogy meg hát általában akik ilyen iboterápiás központban, hogy azok elég súlyos függők. Tehát azok pont is, hogy ilyen, nem tudom, 10-20 sok évetől heroint vagy opiátokat, vagy opioidokat, nekik alapból nagyon rossz állapotban lehet a szervezetük már eleve. Tehát ott sokkal nagyobb kockázatok vannak, hogy rossz állapotú páciensek jönnek az iboterápiára. Ezért a minden rendes központban van felmérés, tehát nagyon alapos egészségügyi felmérés, pont szív, meg máj, meg mindenféle funkció, hogy egyáltalán tudják, hogy milyen állapotú az, akivel valamit kell kezdeni. Viszont vannak iboterápiás központok, akik bevesznek embereket csak úgy, ilyen turistaként, hogy ki lehet próbálni, hogy milyen az iboga élmény. Tehát, hogy ők dolgoznak egészséges alanyokkal is. És akkor itt nyilván itt a dohányzásról leszokásnál ott nem merült fel, hogy olyan nem tudom, fiziológiai károsodások lennének eleve. Illetve a másik dolog, ami itt is kitért rá a film, hogy meg ez a haláleset, amit említettél is, hogy ott valószínűleg az volt a probléma, hogy miközben megkapta már az ibogain, de úgy lehet, hogy kevés volt neki, és akkor valahogy, nem tudom, becsempészett a kutatási alany oda a kísérleti helyre, valószínűleg valami saját opiátot, vagy opioidot, vagy heroint, és valószínűleg, hogy azt használta, és így az ibogain plusz a heroin már így ezek összevesztek, és akkor a halál győzött. Tehát, hogy hogy amikor nikotin elvonásnál, hogy nem tudok olyan szert, amit hogyha ibogainra még rátol valaki, mondjuk meg éppen cigizne után, tehát az valószínűleg ez nem olyan veszélyes, de az opiátokkal meg az opioidokkal nagyon kell vigyázni, tehát ibogával nem szabad kombinálni. Nekem ez furcsa is volt, hogy előtte még a utolsó csík herkáját felszippantotta az ember, ugye ez az utolsó csíkom, szerintem az leszokás tekintetében mindig jó, hogy azt mondom, hogy amit legutóbb használtam, na az volt az utolsó, és mostantól már nem használok. Az, hogy most az utolsó fog következni, az már kicsit olyan megdramatizálás, és azt szerintem akkor már inkább mondja azt, hogy jó, akkor mostantól nem használok. És ez, hogy előtte beszívta, és akkor nem tudom, még talán 24 órán belül már elkezdte ezt az iboterápiát, az nekem kicsit úgy rezgette a lécet, hogy ezt nem tudom, egy egészségügyi személyzet mit mondana. Meg a másik, amit előjött, hogy ha valaki alapból rajta van valamilyen, nem is tudom, mi volt az, ami klonazepam-szerű benzodiazepin, hogy ott is tényleg ez, hogy ott már simán a megvonási tünetektől lehet görcsrohamot kapni. Itt viszont nem állt fenn semmi olyan, hogy szerintem úgy aggódás nem volt. Tehát nyilván a dózist azt úgy kb. 8-szor ki kellett számolni, hogy az akkor mennyinek felel meg tiszta ibogaimból. És hát bízni kellett abba, hogy a beszerzési forrás az tiszta. Hát az volt egy jó backstory, hogy ez állítólag Kopenhágában a Christiania nevű hippi város részben oda 70-es években beköltözött hippik, azok valahogy a dán hadseregnek a ilyen gyógyszer, meg ilyen pszichoaktív szer raktárát valahogy fellelték, és akkor ők azokat árusítgatták ki így online rendelésekkel. Tehát ez volt a backstory, ez nagyon szép backstory, nem tudom igaz-e, de ez volt úgy, hogy ez akkor megbízható forrás, mert a christianiai hippik árulják. Ugye az a filmben is azért kiderült, hogy tisztában volt vele a Dimitri, és hogy ennek ez egy elég veszélyes műfaj. Ennek ellenére csinálta. Aztán ugye volt az eset, hogy hívták a srácot, aki rosszul lett, és utána azért az egy elég komoly törés volt nála. Hogy látjátok egyébként, hogy etikus volt az ő részéről? Ezt így meg úgy általában mennyire etikus az, hogy valaki egy ilyen underground segítő. És mondjuk úgy csinálja ezt, hogy nincsen EKG, meg nincsen szívvizsgálat, meg ilyesmi. Mert ugye azért azt is lehet mondani, hogy egyébként meg ezek az emberek közül valószínűleg sokan meghalnának egyébként is, hogyha nem mennének keresztül ezen a kezelésen. Én etikusnak tartom, és nagyon bátornak a csávót, és én is csinálnám, hogyha bátrabb lennék, de én nem vagyok ez elég bátor, szóval szerintem teljesen oké, és most így olvastam statisztikákat, hogy készültem ide, hogy csak Nagy-Britanniáról tudok, hogy ott egy évben 80 ezeren halnak meg dohányzás miatt. Akkor mennyien halhatnak meg a USA-ban vagy világszerte? Úgyhogy... Igen, egyébként én is utána olvastam, hogy összesen most idénig 33 ibogainnal kapcsolatos halálesetet regisztráltak, amiből ugye nem teljesen tiszta, hogy mennyit okozott maga az ibogain, és mennyit mondjuk az, hogy egyébként is borzasztó lepusztult állapotban volt az illető, és hogy mondjuk eközben
egy évben olyan 1,4 millió ember lép be addiktológiai ellátásba az USA-ban, akik közül 3362-en halnak meg. Tehát, hogy alapvetően azért azt, tehát hogy ezeket a haláleseteket is, hogyha kontextusba helyezzük, akkor azért azt látjuk, hogy nem csak azok halnak meg, akik iboga kezelésen vesznek részt, hanem azok is, akik nem. Tehát, hogy ebben a népességben sajnos a halálozás aránya az elég nagy, mert hogy nagyon rossz egészségügyi állapotban vannak, és hát a detox az egy veszélyes dolog. Igen, ez a tényleg, hát akkor valószínűleg a nagyon patent válasz az a modern biomedicina részéről, hogy ami illegális, ami nem engedélyezett, az etikátlan. Holott hát nem ez az egyetlen változó, amivel itt számolni kell, és hát igen, látszott azért itt a főszereplő úriemberen, hogy ő azért elég különleges személyiség, vonásra, meg mindenre, hogy mondjuk ilyen neurofűszeres alkat inkább, nem tudom, hogy mi lehetett, de ez a nagy vehemencia, ami kicsattant belőle. Hát ez az, hogy amikor valakinek ilyen személyisége van, és annyira megszállottan akar másokért tevékenykedni, akkor egy ilyen nagy országban, mint ahol ő lakik, ott ezt valaki csak kicsatolja így általában. Itt meg sajnos, mondjuk Magyarország viszonylag, itt kevés az ember, és itt azért, nem tudom, úgy látszik, nincs meg az a népsűrűség, hogy egy-egy ilyen tökös valaki így bevállaljon egy ilyen dolgot, hogy de hát én gyógyítom az embereket, aztán, hogyha meg bajom lesz belőle, akkor ezt ugyanúgy elmondom a bírónak is, hogy hát nézze meg, hogy itt ezek az emberek túlélték. És hogy hát persze kockázat mindig van. Itt az volt a szomorú ebben a halálesetben, amit a klinikai kísérletek során történt, hogy az kifejezetten egy kontrolláltnak mondott környezetben történt, és ez ami nagyon megakasztotta a folyamatot, mert egyébként, ha underground terápia közben valaki meghal, akkor nyilván lehet azt mondani, hogy hát ez underground volt, nem volt rá protokoll, nem voltak előszűrések, vagy valamit nem úgy csináltak, mint ahogy kellett volna. De itt sajnos a protokoll az megvolt, és azon azt a páciens sajnos ezt megszegte, és ha azt mondják ilyenkor, hogy hát hogyha klinikai körülmények közt sem tudják biztosítani a páciensnek a biztonságát, még saját magától se tudják a pácienst megvédeni, akkor ezt nem kéne ilyet csinálni, mert ezt azt akkor nem lehet kizárni, hogy ez egy hatékony és biztonságos kezelés mód lenne. Igen. Nem tudom, hogy kibe merült fel a kérdés, hogy mi történt Dimitrijjel a film után, mert ugye ez egy 2009-es film, és hát azóta azért elég sok év eltelt, és hát ugye 2009 körül volt ez a, még 2006-7 körül volt ez az afrikai sztori, hogy beavatták őt a Biti vallásba, és utána még egy pár évig csinálta ezeket a Biti szertartásokat, és 2011-ben elkapta a DEA, a kábítószerellenes ügynökség. Egy beépített ügynök volt, aki jelentkezett nála, és hát kábítószer terjesztése miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Egy elég jó ügyvédje volt, úgyhogy sikerült azt elérnie, hogy végül nem kapott letöltendő szabadságvesztést, házi őrizetben volt nem tudom hány hónapig. És hát azért ez is egy ilyen törés volt, de hogy egyébként nem állt le ezután sem. És most már, amennyire én nyomon követtem a tevékenységét, már nem, mert kicsit eltávolodott ettől a Viti vallástól, és egy ilyen saját maga által felépített közösséget hozott létre ott New Yorkban, és amikor legutóbb voltunk New Yorkban, akkor ilyen doboló estéket tartott, meg ilyen táncolós dolgokat, mert hogy szerintem ez is egy tök fontos dolog, hogy ami filmből is kiderül, hogy ezek az ősi gyógyszerek, amit az őshonos kultúrákban be vannak ágyazva, ezek azért nem csak maga a szer, ami gyógyít ezek az őshonos kultúrákban, hanem ennek van egy szertartásos kontextusa, tánc, a közösségnek az ereje, az, hogy ott közösen mozognak ugyanarra a ritmusra az emberek, és hogy ezt ugye, aki olvasta a Bessel van der Kortnak például a traumáról szól a könyvét, abban is nagyon erőteljes szerepet kap az, hogy a traumákból való gyógyulásnál a közös tánc, a közös mozgás, a ritmusnak az elkapás, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak.
És hogy Dimitri is ilyen zeneterápiát tanult, és különféle ilyen gyógyító köröket, meg gyógyító estéket tartanak jelenleg. Egyébként pedig az nem tudom, mennyire került ki a filmből, hogy egy elég erős anarchista meggyőződésű ember, és eléggé kritikus a jelenlegi fejleményekkel kapcsolatban, tehát ő ellenzi azt, hogy ilyen mainstream orvoslásnak a részévé váljanak a pszichedelikumok, mert azt mondja, hogy a pszichiáterek azok vissza fognak ezzel élni, és hogy ennek nem ez a kerete. És egyébként ő mondta egyszer azt, és az így megmaradt bennem, hogy mondjuk nézzük meg, hogy hogyan végzik ezeket a klinikai vizsgálatokat mondjuk MDMA-val, vagy pszilocibinnel, és hogy igazából az ilyen fehér felső középosztálybeli orvosoknak az elképzelései valósulnak meg. Tehát, hogy egy olyan setting van kialakítva, ami egy ilyen szépen berendezett szoba, polgári szoba, ahol az emberek így lefekszenek az ágyba, ilyen szemtakaróval, és közben klasszikus zenét játszanak nekik. Tehát ez a tipikus setting az ilyen kísérletekben. És azt mondja Dimitri, hogy ez egy nagy baromság, mert hogy ezeket a szereket nem ilyen settingben használták, és kimondja meg, hogy ennek így kell lenni, mert hogy ugye a hagyományos pszichoterápia az egy ilyen típusú setting, a beszélgetős terápia is, és hogy ő azt mondja, hogy ennek nem így kéne működnie. Úgyhogy ő egy ilyen elég kritikus hang a pálya széléről. Még visszatérve az etika kérdéshez, az szerintem nagyon nekem szimpatikus volt, hogy amikor neki jött egy probléma, amit azt mondta, hogy azt hittem eddig, hogy jól csinálom, és akkor most kiderül, hogy itt majdnem rám hal az ember, akkor valamit talán nem csinálok annyira jól, és akkor elment a legeredetibb forráshoz, és ott a tényleg legeredetibb szakembertől kért egy beavatást, és ott megtanulta azt, hogy oké, mi az, amit nálam jobban tudnak, és utána ment, visszafolytatta a praktizálást. Ez szerintem egy nagyon szép megoldás, mert csinálta volna azt is, hogy jó valahogy rákerni a kliensre, és akkor csinálja ugyanúgy a dolgok. Tehát, hogy ő nem szállt el ettől, hanem ez egy pont egy ilyen volt, hogy hoppá, akkor nekem van még mit tanulni. És ez szerintem teljesen etikus viselkedés egy ilyen helyzetben. Abszolút.